Tovább bővült a közfoglalkoztatási program infrastruktúrája. Iroda nyílt a Csontvári sétányon. 2 millió eurós festmény érkezett. A kék falu a Chagall kiállítás utolsó darabja. Továbbra is tilos a tűzgyújtás. A hétvégére visszatér a hőség. Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécs TV híradóját látják július 28-án kedden. Tartsanak velünk! Közfoglalkoztatási iroda nyílt Kertvárosban kedden. Ezzel tovább bővült a közfoglalkoztatási program infrastruktúrája Pécsen. Mostantól a Csontvári sétány 4-ben a volt Pétáv épületében intézhetik ügyes-bajos dolgaikat az érintettek. Varoda, ahol varnak és szabnak a közfoglalkoztatottak. Ez Kertvárosban a Csontvári sétány 4-ben található, ott, ahol a közfoglalkoztatási iroda is megnyílt. 2014 óta a megnövekedett feladatok miatt az önkormányzat helyett a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. Végzi a szervezést. Az volt a cél, hogy egy új struktúrában szervezettebben menjen a munka, hangsúlyozta Őri László alpolgármester. A közfoglalkoztatottak, illetve az itt dolgozók teljesen más munkakörülmények között dolgozhatnak, mint a Perczel utcai belvárosi súfolt irodában, és fontos ez a Kertvárosban élőknek is, hiszen az új iroda révén egyrészt nem kell beutazni a belvárosba, másrészt pedig itt a kertváros részben más jellegű munkákat és több munkát tudunk elvégezni a közfoglalkoztatottak bevonásával. Kertváros Pécs egyik legsűrűbben lakott városrésze. Ezért fontos, hogy itt több közfoglalkoztatott is dolgozzon. Csizé Péter azt mondja, csak ebben a hónapban 1 millió négyzetméternyi területen kaszáltak, nyírták le a füvet és gondozták a közterületeket, mindössze 15-en. Ez nettó 6 millió forintba került volna, ha nem a programon belül végzik a munkát, hanem külső széggel. Ez a 15 ember fejenként nettó 400 ezer forintos munkát végzett el a pécsieknek. Gyakorlatban sokkal jobb helyszínen van a Kertvárosban egy közfoglalkoztatotti iroda, mint a zsúfolt belvárosban. Könnyebben ide tudnak jönni a közfoglalkoztatottakba, könnyebben el tudnak jutni a munkavégzés helyszínére. Ez azt is jelenti, hogy az adott munkaidőben sokkal többet tudnak dolgozni Pécsért, a helyi ügyekért. Tervben van a keleti városrészben a Hősök terén egy hasonló közfoglalkoztatási iroda létrehozása, melynek felújítása is a terület újonnan felvett közfoglalkoztatottjaira vár. A városban havonta átlagosan 65 millió forintnyi munkát végeznek el, ennyi pénzt tud megtakarítani a város. Csak nem 1 milliárdért, pontosan 980 millióért bontaná az új nyertesnek kihirdetett vállalkozó konzorcium a Pécsi Magasházat. Olvasható a Megyei Hírekben. Rendkívüli pénzügyi és bizottsági ülésen határoztak hétfőn a Városházán arról, ki bonthatja le a pécsi 25 emeletes magasházat. A már korábban kiírt nyílt közbeszerzési eljárásra két érvényes ajánlattétel érkezett. Ez azt követő feltételes eljárást már azért folytatták le, mert először magas árat szabtak meg a pályázók. Az új nyertesnek kihirdetett vállalkozókonzorcium 980 millióért bontana. Kormányzati forrásból 1 milliárdos keretösszeget kaphat Pécs a bontásra. A ház most nincs az önkormányzat tulajdonában, ám a kormányhivatal bontási kötelezettséget jelentő határozata továbbra is érvényben van. Megkezdődött a parlagfűvel fertőzött területek légi felderítése, amelyet idén a Belügyminisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium együttműködése alapján az Országos Rendőrfőkapitányság helikoptereivel végeznek augusztus végéig. Az agrárigazgatás koordinálja a parlagfű elleni védekezést, a földhivatalok végzik a felderítést. A virágbimbos állapotú parlagfűvel fertőzött területek esetén a növény- és talajvédelmi hatóságok rendelik el a közérdekű védekezést, a kényszerkaszálást, később pedig a terület legális használója ellen eljárást indítanak és megbírságolják. Tavaly 163 eljárást indítottak, mintegy 160 hektár parlagfűvel fertőzött terület miatt, és 102 alkalommal több millió forint bírságot szabtak ki. A Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből származó 2 millió euróra biztosított Kék falu című festmény is megtekinthető már az október végéig látható Chagall kiállításon. A festményt kedden helyezték el a Martin Múzeumban.
meghozták a 2 millió eurós Chagall képet, a magyarországi két Chagall festményt a Szépművészeti Múzeum gyűjteménye őrzi, ezek közül érkezett Pécsre az 1968-ban készült Kék falu című festmény. Jó lesz, vagy? Jó, most vagyunk 110-nél. Az értékes festmény helyét Őri László alpolgármester jelölte ki a sajtó képviselőinek jelenlétében. A 20. század egyik legkiemelkedőbb, legsokoldalúbb képzőművésze Marc Chagall életművéből április végén nyílt kiállítás a Martin Múzeumban. A János Pannonius Múzeum művészeti gyűjteménye egyik a legrangosabbnak Magyarországon. Igyekszünk tőlünk lehetőt mindent megtenni azért, hogy valóban értékes művek kerüljenek a múzeum falai közé. Ez sikerült, ezúttal a Szépművészeti Múzeumnak egy féltett Chagall műtárgyát sikerült kölcsönöznünk ki 3 hónapon keresztül. Az Álomillette Művészet című tárlaton Chagall bibliai témájú és Homérosz Odüsszea című művéhez kapcsolódó litográfiáit, a Párizsi Opera mennyezetének megújítására készült tervrajzait, vázlatait és a jeruzsálemi Hadassah Egyetemi Kórház zsinagógájának ablakillusztrációit tekinthetik meg a látogatók. Az anyagot ebben az összeállításban még nem mutatták be Magyarországon. Az imént látott témában mai vendégünk dr. Őri László alpolgármester, aki szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Mit jelenthet Pécs város számára az, hogy a linómetszetek, Chagall grafikák után most egy eredeti Chagall festmény is ékeskedik a múzeumunkban? Jó estét kívánok, én is köszöntöm a Pécs Televízió nézőit. Mindenképpen büszkeséggel tölt el bennünket. Gyakran mondjuk azt, hogy városunkra, szülővárosunkra, Pécsre úgy tekintünk, mint a kultúra városára, és akkor én mindig hozzá is szoktam azt tenni, hogy ez számunkra nem csupán egy jól hangzó szlogen, hanem nagyon komoly tartalommal is bír. Hát idén ez különösen így van, hiszen elég, ha csak arra utalok, hogy a zenekeledvelőinek nagy örömére 27 év után, több mint két évtized után Pécs városa adhat otthont, éppen ezekben a napokban zajlik az Európa Kantát nemzetközi kórusfesztivál, és a képzőművészet a művészet kedvelőinek is egy újabb csemege érkezett, hiszen valóban, ahogy a felvezetőben is elhangzott, az áprilisban megnyíló Álomillette Művészet című Chagall tárlat a mai napon egy újabb, nagyon jelentős alkotással bővült, Chagall a Kék falu című festményével. Azt kell erről tudni, hogy Magyarországon a Szépművészeti Múzeumban két Chagall képműalkotás található, ebből az egyiket, a Kék falu című jelentős alkotást sikerült most Pécs városának, illetve a János Pannonius Múzeumnak közösen tulajdonképpen Pécsre szállítani, annak érdekében, hogy az áprilisban megnyíló és október végéig nyitva álló tárlatot egy újabb jelentős képpel tudjuk megerősíteni, megtámogatni, hiszen ahogy utaltam rá, ez a közel 3 hónapja nyíló tárlat, ez 150 Chagall képet, litográfiát mutat be, ennek egy további kiegészítése, nagyon jelentős kiegészítése a Kék falu című alkotás, amely egy kis külön terembe került elhelyezésre, ezzel is erősítve a kiállításnak a következő hónapokban, úgyhogy én abbra biztatom a pécsieket és a Pécsre látogatókat is, hogyha még nem jártak olyan János Pannonius Múzeumban Chagall kiállításon, akkor ezt tegyék meg, most különösen érdemes megtenni, hiszen a Kék falu című Chagall képpel is találkozhatnak az ide látogatók, egészen október végéig várjuk a pécsieket. Ez egy nagy értékű festmény, a csomagolása mennyire volt biztonságos, látta-e azt a polgármester úr? Így van, ma ott voltunk, amikor a kép megérkezett, és kicsomagolták a szakemberek. A feliratokból látható volt, hogy a Szépművészeti Múzeum csomagolta be megfelelő csomagolással, megfelelő technikával. Egyébként 2 millió euróra biztosították ezt a képet, tehát egy nagyon jelentős értékű kép, mindeszmei, mind anyagi értelemben. A technikai szakemberek megfelelő hozzáértéssel csomagolták ki, ez egy több rétegű dobozban volt, ahogy én láttam, egy fa doboz volt a külseje, és különböző rétegek voltak, amelyek a csomagolást a képtől elválasztották, ezt követően a képet elhelyezték a falra a János Pannonius Múzeumban. Köszönöm szépen, Őri László alpolgármester úr!
Köszönöm én is a lehetőséget. Nehéz helyzetben vannak a lakást kereső diákok, egyrészt az elmúlt fél-háromnegyed évben meredeken emelkedő bérleti díjak, másrészt pedig amiatt, hogy a kínálat nem tudja kielégíteni az albérletek iránti nagy keresletet, közölte a Dunahouse ingatlan franchise hálózat az MTI-vel. Budapest második kerületében az egy négyzetméterre eső bérleti díj átlagosan 2700 forint, a nyolcadik kerületben 1700, a vidéki városok esetében pedig Debrecenben átlagosan 1600 forint, Pécsen 1300, Szombathelyen pedig 1200 forint volt a Dunahouse által az elmúlt fél évben kiadott ingatlanok bérleti díja alapján. Olvasható a közleményben. Az előző év azonos időszakához képest Budapest két kerületében az egy négyzetméterre eső bérleti díjak átlagosan 900, illetve 400 forinttal, a vidéki városok esetében Debrecenben és Szombathelyen 400, Pécset pedig 200 forinttal emelkedtek, közölték az MTI kérdésére válaszolva. Az elmúlt napok csapadékos időjárása ellenére is érvényben van még az általános tűzgyújtási tilalom. Ezt még július 3-án rendelte el a földművelésügyi miniszter. Ez alapján az egész országban az erdős fásítási területektől számított 200 méteren belül tilos a tűzgyújtás, amely a kijelölt tűzrakóhelyekre is érvényes. Az elmúlt napok csapadékos időjárása ellenére a tűzgyújtási tilalom továbbra is érvényben van Baranya megye területén, illetve országosan. Ez azt jelenti, hogy a szabályokat továbbra is be kell tartani, hiszen a következő napokban jövő héten ismét 30 fok feletti hőmérséklet várható, ezért várhatóan a tűzgyújtási tilalmat továbbra is fenntartják. Közel 10 000 már látták a budapesti csontvári kiállítást. A Honvéd Főparancsnokság épületében július 5-én nyílt a Magányos Cédrus Csontvári Géniusza című kiállítás. Elsimon László miniszterelnökség parlamenti államtitkára hétfőn a tárlat első 20 napját értékelte. Kiemelte, ha az eddigi látogatottság tartható lesz, akkor a tárlat az elkövetkezendő fél évben elérheti a 150 ezres látogatószámot is. Gyutai Csaba, a Várgondokság Nonprofit Zrt. Ügyvezető igazgatója pedig arról beszélt, itt az ideje, hogy Csontvárit újra felfedezzük, hiszen ő is olyan művész, akit mindenki ismer, de mégis szükség van arra, hogy újra a művészet történeti érdeklődés homlokterébe kerüljön. A tavaly felújított Honvéd Főparancsnokság két szintjén, 17 teremben Csontvári csaknem 100 festménye és grafikája tekinthető meg, amelyek körülbelül 40%-a Pécsről érkezett, de kölcsönöztek képeket a Magyar Nemzeti Galériából és magángyűjtőktől is. Híradónk végén főbb témáink röviden. Tovább bővült a közfoglalkoztatási program infrastruktúrája. Iroda nyílt a Csontvári sétányon. 2 millió eurós festmény érkezett. A Kék falu a Chagall kiállítás utolsó darabja. Továbbra is tilos a tűzgyújtás. A hétvégére visszatér a hőség. Önök a Pécs TV híradóját látták. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!